Történelmi döntések születtek a közlekedési tárcánál. 30-40 éves álma válhat valóra pécsieknek, akik gyorsabban érhetik el a Balatont, mondta a Baranya megyei fejlesztési biztos, aki a közlekedés politikáért felelős államtitkárral tárgyalt Budapesten. Kővári János közösségi oldalán számolt be az eredményekről. A már megépített 67-es gyorsforgalmi, kétsávos gyorsforgalmi utat, a Lellétől Kaposvárig tartó szakaszt, most már eldőlt, hogy Kaposvártól Szigetvár és Pécs irányába folytatjuk. Gyakorlatilag a nyomvonalra került, pont a nyomvonalnak az útjára, hogy ez a meglévő 67-es út mellett kerül majd kialakításra. A szükséges engedélyezési eljárások elindultak már. Szó volt arról is, hogy az M60-as tovább épülhet. Építési engedélye rendelkezik, és a kivitelezés közbeszereztetésével el fog tudni indulni a következő években. Ami pedig már hab a tortán, hogy a városunkon belül a legforgalmasabb hatos út szakaszt ki fogjuk tudni váltani jövőben. Ehhez most forrást kaptunk, hogy a városon belüli elkerülő utat, ami a hatost kiváltja, hatostól délre, hogy ezt is megépíthessük. Ez is egy 30 milliárdos projekt lesz. Ez egy nyugati-keleti irányú elkerülő út lesz az ipari úton. Másrészt a Kaposvár-Szigetvár közti szakasz része lesz a tervezett M9-es, M90-es gyorsforgalmi úthálózatnak, tehát mind a nyugati, mind a déli országrészeket gyorsabban el lehet érni.